Sportolókkal és edzőikkel telt meg a Bonyhádi Városháza díszterme. Azokat a diákokat és felkészítőiket díjazták, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtottak a 2023-as esztendőben. Több éves múltra tekint vissza ez a hagyomány, miszerint a Völcsék fővárosában működő egyesületeknek és kiváló sikereket elért diákoknak adják át a kitüntetéseket. Jó érzés látni és büszkeséggel tölt el szerintem minden bonyhádit, amikor látja a közösségi oldalakon, vagy akár a város honlapján és a város oldalain azokat a híreket, amikor egy-egy sportoló vagy egy-egy csapat bonyhád felirattal, pólóval, zászlóval, vagy konkrétan bonyhádi címere zászlóval valahol a világban, vagy akár Európa szert, bármelyik országában részt vesz egy versenyen, és ott minket, a bonyhádiakat képvisel. Akár az eredménytől függetlenül is szerintem ez egy hatalmas öröm, ha pedig dobogos helyeket érnek el, az még nagyobb büszkeséggel tölthet el mindenkit. Úgyhogy szerintem ez egy szép hagyomány, évről évre megtesszük ezt, bízom benne, hogy így lesz az a jövőben is. Az önkormányzat intézményi szinten segíti és támogatja a sportot a létesítmények fenntartásával és üzemeltetésével. Azzal a támogatási rendszerrel, amit az önkormányzat a költségvetéséből évről évre biztosít a városi sport egyesületeinek, azt gondolom, hogy szégyenkezésre nincs okunk, az eddigiekben is nagyon jelentős mértékű támogatásban részesülhettek ezek a sportegyesületek, és bízom benne, látva már itt vagyunk az év végén, hogy hogyan fogunk fordulni a következő évre, milyen tartalékaink vannak, hogy jövőre sem lesz akadálya a város önkormányzati támogatásának, a sportegyesületek működésének, tehát bízom benne, hogy a jövő évi költségvetésben legalább olyan mértékű finanszírozásban tudjuk részesíteni az itt működő sportegyesületeket. Mindenkinek szívből gratuláltam, és a diakhoz is, hiszen ilyenkor mindig egy kisebb, nagyobb, értékesebb ajándékokkal díjazzuk a kiváló eredményért elért sportolóinkat. Az idei röplabdás bajnokokat Máté Norbert készítette fel. A Petőfi Gimnáziumban röplabda sportágban lettünk kiemelve, és strandröplabda iskolai világbajnokságon vettünk részt. Homokor zajlottak a versenyek, és két sportágban indultunk. Az egyik egy női U15-ös, a másik pedig egy fiú U15-ös csapattal. 8. és 10. helyezést értünk el. A teremszezon mellett nagyon korán el kellett kezdjünk Homokon is készülni rá. A gyerekek lelkesen vetették bele magukat az edzésekbe is, és így sikerült elérni ezt a 8. és 10. helyezést. Büszke vagyok rájuk. Az nagyon fontos, hogy azt lehet látni, hogy edzéseken megtesznek mindig mindent, hol terembe, hol Homokon készülünk, szeretnének fejlődni, és egyre jobban évről évre látszik a fejlődés náluk. Sok jó tanuló diákunk van, akiknél ugyanúgy hajtja őket, motiválja őket a tanulmányi siker, mint a sportsiker. Ez általában nagyon jó kombináció, hogyha olyan akaraterő buzog bennük, ami mind a tanulásnál, mind a sportnál szükségeltetik, és zömében a diákjaink zömére mind a kettő igaz, hogy mind a két helyen helyt szeretnének állni. A jövőre nézve szeretnék, ha a röplabda népszerűbbé válna, minél többen megszeretnék ezt a sportot. Nagyon sokan mozogjanak, sportoljanak, és az jó a városnak, jó az iskolának is, és mindenkinek. A 10. osztályos Gál Emília nem csak a tanulásban jeleskedik, hanem a strandröplabdában is bajnoki eredményeket ért el. Terem szezon után egyből elkezdtünk gyakorolni a strandon, vagy hát Homokon, és heti volt több edzésünk is. Edzések után van időm tanulni, de mivel így a röplabda így nagyon feldobja a napomat, ezért nekem ez itt teljesen megéri. Számomra nagyon fontos így a röplabda, vagy a strandröplabda, és mindenképp szeretnék a későbbiekben is ezzel foglalkozni. A szüleim örülnek neki, hogy mozgok és sportolok, és hogy úgymond így egészségesebben élek így ezáltal, hogy ennyi sportolok. Országos bajnoki címet ért el karate sportágban Nyitrai Noel. Naponta 1,5-2 órát edz, a hét szinte minden napján. Következetes edzésterv alapján készült fel a versenyre, reményteli, kemény munka árán elérte azt a célt, amit kitűzött magának. Diákolimpiai bajnok vagyok, sokszoros országos bajnok, de a diákolimpiai bajnoki helyezésemre vagyok a legbüszkébb. Az idei esztendőben 21 egyéni sportoló és 4 csapat vehette át a város elismerő okleveleit a siker érdekében befektetett munkáért.